Következő percekben a könyvek szerelmeseinek érdemes nagyon figyelni. Létezik egy nem is olyan kis közösség, akiknek nem csak az olvasás népszerűsítése a cél, vendégeink a Pocket zsebkönyvek nyíregyházi koordinátorai, Magyar Boglárka és Nagy Fruzsina. Sziasztok! Tegeződjünk, jó? Én már elég öreg vagyok, hogy megengedhetem nektek, hogy tegezzetek, és akkor itt talán egy kicsit lazább is lesz ez a beszélgetés. Az én első érzésem az, hogy rettenetesen cukik, kicsit emlékeztetnek gyakorlatilag a kis zsebnaptárokra, amiben az ember belefirkálja, hogy ne felejtsen el dolgokat, de hát azért ugye ebben nem illik belefirkálni, viszont az illata ugyanolyan jó, mint egy nagy könyvnek, és kis helyen is elfér. Sok jó könyv kis helyen is elfér, mondanám ugye a közmondás analógiájára. Honnan indult ez a nem is tudom, forradalom? Szerintem elég jó fogalom, hogyha ezt használjuk. Ez a kezdeményezés tulajdonképpen, hát már lassan egy éves, most fogja áprilisban ünnepelni a születésnapját, 2018 áprilisában indult útjának ez a kis könyvsorozat. Biztosan sokan ismerik Vecsei Miklós színművészt. Tulajdonképpen az ő nevéhez fűződik ez az egész, illetve a Stalker csoport felelős a kiadásért, amely fiatal művészekből álló közösség, akik fontosnak tartják, hogy továbbadják a kultúrát. Tulajdonképpen az volt a céljuk, ami el is hangzott, hogy népszerűsítsék az olvasást, elsősorban a fiatalok körében, hiszen, ahogy te is mondtad, ezek nagyon kis cuki méretű könyvek. Ez volt a cél, hogy tulajdonképpen okostelefon méretű könyveket alkossanak. Ezekhez a könyvekhez automatákból lehet hozzájutni, amik egyelőre még csak Budapesten elérhetők, illetve folyamatban van a vidéki hálózatnak is a kiépítése. Egyelőre Szentendrén és Gödöllőn van már ilyen kis könyvautomata. Ezek elsősorban ilyen közlekedési csomópontokban vannak elhelyezve, éppen azért, hogy a fiatalok akár a tömegközlekedést használva ne a telefonjukat nyomkodják, hanem inkább olvassanak, és egy mélyebb elfoglaltsággal legyenek. Nagyon jó, hogy ilyen jó kis érdekes színeik vannak. Itt látom, hogy lila, narancssárga, kék. Most egy elég hülye dolog jutott eszembe az, hogy egyébként jól mutatnak mondjuk egy-egy polcon is, tehát akár lakberendezési tárgyként is használhatóak. Ahogy említetted, ugye Budapesten vannak ezek a bizonyos automaták. Egyáltalán hogyan lettetek ti itt helyi koordinátorok? Mi kellett ehhez? Vagy mit tudtok itt csinálni a Pocket népszerűsítésére? Igen, ez egy érdekes történet volt, mert ez nem is olyan régóta van ez, hogy vidékre ezt ki szeretnék terjeszteni, hogy ne csak Pesten legyen elérhető ez a Pocket. Mi pedig úgy gondoltuk, hogy jelentkezünk akkor koordinátornak, annyira egy házi koordinátor csapatba, illetve Fruzsi szólt nekem, hogy mi lenne, ha, és én megmondtam, hogy csináljuk. Úgyhogy most szombaton egyébként megrendezésre fog kerülni az első nyíregyi Pocket találkozó, az első offline programunk, ami 11 órakor fogja kezdetét venni egyébként a Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskolában, és ezt rendszeresíteni szeretnénk, tehát minden hónap második szombatján lesz majd ilyen könyvklub, illetve filmklub. Ennek majd későbbiekben az lesz a lényege, hogy a Pocketnek a címeit földolgozzuk, megbeszéljük a történetet, de elsősorban most az első alkalommal mi egyáltalán szeretnénk a nyíregyházi közösséggel megismertetni, hogy mi ez a Pocket. Tehát ott kézbe vehetik, lapozgathatják. Persze, igen, mondjuk igen. Én szemüveg nélkül már ezt nem tudom elolvasni, de nyilvánvalóan arra jó, hogy az ember el kell mennem a szemészhez, mert nem látom a Pocket betűméretét. A kezemben Bohumil Hrabal egyik kötete, mégpedig a Gyöngéd barbárok. Nem tudom, hogy hány ilyen könyv van, tehát hány könyvből lehet választani, illetve minden esetben egy Pocket, egy kisebb művet tartalmaz, vagy akár vannak novellák is? Jelenleg, ha jól tudom, 11 vagy 12 cím van forgalomban. Vannak köztük magyar, illetve külföldi művek, ismert, kevésbé ismert művek. Itt az asztalon is látható például a Pál utcai fiúk, vagy akár az El is csoda országban. Ezek többnyire regények, de például itt hoztunk egy novellás gyűjteményt is, ami egy összefogásnak az eredménye lett.
És tudom Budapest, igen, így van, és ez a sorozat tulajdonképpen folyamatosan bővül, és a kis közösség, van egy Facebook csoportunk, ami már hát több mint 2000 főt számlál, és mindig nagyon izgatottan várjuk, mikor leleplezik az új címet. Most például a születésnapra 2 vagy 3 új címmel is készülnek a kiadónál. Bogi, te ugye korábban vendégünk voltál itt a Weekendben. Szeretnél egyszer egy ilyen pocketben benne lenni, úgymond az írásaiddal? Igen, ez egy eléggé jó cél lenne, én azt gondolom, mert nagyon sok ember hozzájuthat ezekhez a könyvekhez, hiszen az a lényegük, hogy tényleg szinte a bolti ártöredékért megvehetik ezekből az automatákból, és úgy gondolom, hogy igen, ez egy elég jó cél lenne. Igen, egyszer. Meg el tudom képzelni, hogy mondjuk az ember megy, és úgy random mondjuk a szín alapján kiválaszt egy könyvet, akár úgy, hogy nem is tudja, hogy mit rejt a cím, mert hogy az is milyen érdekes, hogy ki tudja, hogy a sors éppen mit üzen egy-egy könyvvel. Említetted, hogy egy közösségi oldalatok van, gondolom, hogy ide lehet jelentkezni, hogyha bármiféle információt szeretnénk. Szerintem mondjuk el, hogy mi ennek a közösségi címe. Talán hashtag pocket közösség. Igen, ez a nagy csoport. Címen szerepelünk. Ez a nagy csoport, amiben országos szinten minden poketes benne van, illetve mióta útjára indult a vidéki hálózatnak és a közösségnek a kiépítése, azóta van egy saját csoportunk is, ami jelenleg 60-valahány főt számlál, és nagyon reméljük, hogy ebből minél többen el fognak jönni az első találkozóra is, és ez pedig hashtag pocket közösség Nyíregyháza néven szerepel a Facebookon. Egyébként külföldön van ilyesmi? Vagy ez egy magyar találmány? Én már évekkel ezelőtt közösségi médiában láttam ezt így, hogy könyvautomata. Nem tudom. Nekünk például az iskolában van egy német önkéntesünk, és ő nagyon tágra nyílt szemekkel nézett, amikor először elvittem őt. Például a Víg Színházban van például a jegypénztárnál egy ilyen automata, és azt mutattam meg neki, és hát el volt ájulva tőle. Azért én megmutatom a nézőknek, hogy milyen baromi ötletes, tehát van egy ilyen kis gumis rész, és akkor ugye ahol az ember jár, azt így, mint egy ilyen határidő napról volt be. Igen, illetve van könyvjelző is mindegyikbe belebarva, igen, az is van. Egy teljesen praktikus dolog. Nagyon, tényleg nagyon kis cuki. Hányat olvastatok már el ezekből? Hát amik itt vannak kötetek, azok vegyesen vannak a Bogié, az enyémek, és amiket kölcsön kértünk ismerősöktől, mert még nekünk is célként van kitűzve, hogy mindet összegyűjtsünk, mert még sajnos nincs meg az összes. Amik itt vannak, azon közül én szerintem legalább 6-ot már olvastam. Nos, lányok, hát akkor szombaton ugye az első randi, a Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskolában. Milyen utca, hány szám? Betlen Gábor utca 30. És ezúton is szeretnénk például Demarcsák Zsuzsának megköszönni, hogy helyet biztosít a mi kis közösségünknek, és reméljük, hogy ez egy gyümölcsöző kapcsolat lesz. Így legyen. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen.